Biztos kezdet, év végére meghaladja 240-et a gyermekházak száma. Az építésre és a fenntartásra 8 milliárd forintot fordít a kormány. Eredményes projektek. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében eddig már több mint 310 milliárd forintot kaptak a nyertes pályázatok, ebben a ciklusban pedig összesen 27 milliárd forint érkezett a szatmári régióba. Álommeló. 11 fogyatékkal élő próbálhatta ki az álommunkáját a Neked munka, nekem álom programban. Hat év alatt meghatszorozza a kormány a biztos kezdett gyermekházak számát Magyarországon, ezt Cibere Károly szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkár mondta Tiszabecsen a helyi intézmény alapkőletételén. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Évvégére meghaladja 240-et a gyermekházak száma. Az építésre és a fenntartásra 8 milliárd forintot fordítanak, hangsúlyozta Cibere Károly, aki hozzátette, a gyermekek támogatásának is kiemelt figyelmet szentel a kormányzat. Ingyenes tankönyvet, iskolai étkeztetést és kedvezményes üdülést biztosítanak számukra. Az egykori iskolából lesz a legkisebbeket segítő és fejlesztő biztos kezdett gyermekház Tiszabecsen. A térségben eddig Nyánkmajtison, Túr Istvániban és Szatmárcsekén működött ilyen lehetőség a legkisebb gyermekek és szüleik megsegítésére. Én magam többször voltam ezeken a biztos kezdett gyerekházakban, és láttam azt, hogy működés közben milyen, ahogy bejönnek a pici gyerekek 3 éves korig, ugye születéstől 3 éves korig jöhetnek a biztos kezdett házba, nem egyedül természetesen, hanem szülőkkel együtt. Ez azért fontos, hiszen a gyerek szocializációs időszakát tekintve a 0-3 évig a legfontosabb, hogy milyen közegben van, milyen hatások érik, egyáltalán az, hogy közösségben van, ez egy nagyon fontos dolog. Jelenleg 113 biztos kezdett gyerekház működik az országban, ehhez év végére még újabb 130 készül el, ezt Cibere Károly, szociális ügyekért és társadalmi felzárkóztatásért felelős államtitkár jelentette be Tiszabecsen. Hozzátette, Magyarország akkor lesz versenyképes, ha egyetlen gyermekről sem mondanak le, a 3 éves kortól kötelező óvod előtt pedig jó felkészítést adnak ezek az intézmények. A hátrányos helyzetű gyermekeknek az esélyt úgy lehet megadni, hogyha egyszer a szülőknek is biztosítjuk a fejlesztés lehetőségét, hiszen nagyon sokszor alulszocializált családokról van szó, és a szocializációs hátrányt le kell tudni küzdeni, annak érdekében, hogy az óvodában már, amely kötelező 3. évtől, óvoda életten menjenek a gyerekek, és utána pedig majd iskola életten az iskolába. Az a feladatunk, hogy a gyerekek számára minden olyan segítséget megadjunk, amely az ő testi, lelki, szellemi és erkölcsi fejlődésükön szükséges. Mindegyik intézmény szolgáltatás típusban ezt biztosítsuk. Az államtitkár kiemelte, a gyermekek támogatására nagy figyelmet fordít a kormányzat, ingyenes tankönyveket kapnak a 9. osztályig a diákok, 700 ezer gyermek étkezhet napi 3-szor, és 500 000 üdülhet ingyenesen vagy kedvezményesen. Eredményesen szerepel Szabolcs-Szatmár-Bereg megye az uniós források lehívásában, eddig már több mint 310 milliárd forintot kaptak a nyertes pályázatok. Ebben a ciklusban pedig összesen 27 milliárd forint érkezett a szatmári régióba. A fehérgyarmati járás is aktív térség a pályázatok tekintetében, erről az Európai Uniós fejlesztésekért felelős államtitkár beszélt Jánkmajtison. A jelenlegi 2014-2020-as uniós ciklus összes forrásába beletartoznak a hazai társfinanszírozások és a vidékfejlesztési alap is. Erről Vitályos Eszter államtitkár beszélt Jánkmajtison. Ennek összértéke több, mint 12 ezer milliárd forint. Ezeket 10 operatív programon keresztül osztják el az országban, a területfejlesztéstől kezdve a környezetvédelmen át az intézményi együttműködésig. Számtalan projekt támogatható ezekből a forrásokból. Jelenleg már elmondhatom, hogy több mint 530 pályázati kiírásban ezek testet is öltöttek. Tehát az összes rendelkezésünkre álló forrást azt tulajdonképpen meghirdettük 2017. március 31-ig. Ez nem azt jelenti egyébként, hogy nem lesznek még újabbak, mert vannak úgynevezett visszahulló források, amelyekre újra meg fogunk hirdetni pályázati felhívásokat, illetve lesznek olyan úgymond nagy népszerűségre számot tartó pályázatok, amelyeket újra meg fogunk nyitni átcsoportosítás kapcsán. Ebben az uniós ciklusban eddig már több mint 310 milliárd forint érkezett a megyébe. Ez országos szinten kiemelkedő eredménynek számít.
A fehérgyarmati járás kapta a megyei összköltség több mint 19,4%-át. A választókerülethez tartozik a Vásárosnaményi és az Áhonyi járás is. Ide összesen 27 milliárd forint forrás érkezett. Én úgy gondolom, ez egy nagyon jó teljesítmény. Össze tudom hasonlítani a korábbi 7 éves költségvetési ciklusban, a két város az közel 2 milliárd forintos támogatást kapott, most pedig mind a két város, két nagyobb város, Vásárosnamény és Fehérgyarmat már több mint 3 milliárd forintos Európai Uniós támogatási forrást tudott lehívni. Az önkormányzati beruházások és településfejlesztések általában 100%-osan támogatható projektek. Azokhoz a pályázatokhoz szükséges önerő, amelyek később hoznak eredményeket. Ilyenek például a vállalkozások számára meghirdetett források. Erről is beszélt az Európai Uniós fejlesztésekért felelős államtitkár Jáng Majtison. 11 fogyatékkal élő próbálhatta ki az Álom munkáját a Neked munka, nekem álom programban. A projekt közel 2,5 millió forintból valósult meg az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségért Közhasznú Nonprofit Kft. Támogatásával. Március 23-áig a legkülönbözőbb szakmákat ismerhették meg, és próbálhatták ki azt a programban résztvevők. Európai Uniós forrásból valósult meg egy újabb esélyegyenlőségi program. A Neked munka, nekem álom projekt idén már negyedik alkalommal segített a fogyatékkal élőknek. Ez volt a második alkalom, hogy a kampányba országos szinten kapcsolódhattak be a megváltozott munkaképességűek. Március 19-től 23-áig a ProTeam Rehabilitációs Nonprofit Kft. Minden nap egy ember álmát valósította meg. Lehetett ugye az interneten jelentkezni, van, aki rátalált, akár Facebookon hirdetés kapcsán volt, akit mi kerestünk, illetve nekünk a cég is toborzott, úgyhogy így tevődött össze, hogy mégis mindenki jelentkezhetett, aki a feltételeknek megfelelt, és akkor egy jelentkezés vagy egy kiválasztás történt utána, hogy ki az, akinek tudjuk biztosítani az álmát, és ki az, akinek nem. A fogyatékkal élők igényeinek felmérése után a szervezet felkereste azokat a cégeket, amelyek tevékenysége iránt érdeklődés mutatkozott. Megkeresték a szervezetünket, hogy egy fő szeretne részt venni a munkánkban, szeretné megnézni tulajdonképpen azt, hogy mit csinálunk. Szociális munkát végzünk, utcai szociális munkát végzünk hajléktalanokkal. Egy fő bekapcsolódott ebbe a munkába, egy délelőtti ügyeletet nézhetett meg, tehát egy szociális információs irodát, utána egy ételosztásban vehetett részt, ahol szintén kivette a részét a munkából, és végül pedig egy éjszakai szálláshelyre vittük el az illetőt, hogy megnézett tulajdonképpen, hogy élnek ezek az emberek. Az ételosztáson kívül számos munka iránt érdeklődtek a kertészkedéstől kezdve az autószerelői munkán át a rádiózás és televíziózás világáig. Volt, akinek az országos mentőszolgálat munkája volt az álommeló, ezért a program során ennek a szervezetnek a munkáját ismerhette meg közelebbről. Nagyon tetszett, hiszen 4 éves korom óta van kapcsolatom az országos mentőszolgálattal, mivel ugye mozgáskorlátozott vagyok, és rengeteget szállított a mentő, és így kialakult köztük egy kapcsolatom. Az Egyesület jövőre is szeretné megvalósítani a programot, hogy ezzel is érzékenyítést vigyen a munkavilágába is. A cél, hogy a munkáltatók megismerjék az embereket és adottságaikat. Csabai Lászlóné szerint egy olyan országban, ahol a NAV informatikai rendszerébe még a kisvállalkozók adóforgalmát is bevonják, egy akkora mértékű adócsalás nem történhetett volna meg 7 éven keresztül, mint amivel Ceglédi Csabát gyanúsítják. Az MSZP képviselőjelöltje nyíregyházi sajtótájékoztatóján elmondta, úgy véli, így Ceglédi Csaba ügyében vagy jogszerűtlen eljárásról van szó, vagy az adóhatóság vezetőinek és dolgozóinak börtönben a helyük a mulasztásért. Ceglédi Csaba független szombathelyi képviselőjelöltet tavaly vették előzetes letartóztatásba, mert az általa üzemeltetett diákmunka közvetítő céggel kapcsolatban az ügyészség költségvetési csalással gyanúsította, ami azóta kiegészült bűnszervezetben üzletszerűen különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás büntettének gyanújává. És ezt azért mondom, mert az elmúlt években számtalan esetben voltunk tanúi annak, amikor vezető szíjon vezettek néhány millió vagy 10 milliós
vélt vagy valós ügy miatt szocialista vagy független valamilyen formában politikához kapcsolódó embereket, köztük nagyon sokról végül kiderült a bírósági tárgyalás után, hogy nem bizonyítható a bűnösségük, és ártatlanként szabadultak több év meghurcolása után. Több mint 13 milliárd forint értékű kincs érkezett a Nyíregyházi Józsa András Múzeumba. A római kori szeúzó kincs ösztömege eléri a 68 kg-ot, nevét pedig a római birodalom latin és görög kultúráján nevelkedett gazdag elitjéhez tartozó szeúzóról kapta. A Magyar Nemzeti Múzeum vándor kiállítása 2017. október 29-én indult országjáró körútjára, és 6 vidéki városban tekintheti meg a közönség, köztük a Szabolcsi megye székhelyen is. 3 hétig látogatható a tárlat, amelyhez előzetes regisztráció szükséges. Eddig csak nem 14 ezer érdeklődő regisztrált, hogy megtekintse a szeúzó kincset Nyíregyházán. A szeúzó kincs a 350 és 450 közötti római birodalom Pannonia Valeria nevű Duna melléki provinciájából származó díszes ezüst lakomakészlet összefoglaló neve. A páratlan történeti információkat hordozó régészeti lelet az 1970-es évek közepén került elő Székesfehérvár térségében. A késő római császárkor egyik legjelentősebb ezüst kincsei most Nyíregyházára érkeztek. Az értéke olyan jelentős, hogy egy átlag római polgárnak több mint 250 évet kellett volna dolgozni, hogy ezt a tálaló készletet meg tudta volna vásárolni. A készletről annyit kell tudni, hogy kiváló ötvös munka, világviszonylatban is dobogós ez a kincslelet, hát az első 3 római kori vagy császárkori lelet között találjuk. Tehát érdemes mindenféleképpen megnézni, de 2 kiegészítő vitrint is tettünk a szeúzó kincsek kiállítás végére, ami a megyebeli kincseket mutatja be, mégpedig ugyanebből az időszakból. A vándorkiállítás 2017. október 29-én indult országos körútjára. Az eddigi statisztikák szerint országosan 110 ezer fölött jár a látogatószám. Ezt már Varga Benedek mondta el. A Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatója kiemelte, a kincsek csak szigorú biztonsági keretek és szabályok között tekinthetők meg. Minden kiállítás kapcsán ugyanaz szokott lenni a helyzet, hogy itt van egy biztonsági dolog, ami kettős. A tárgyaknak van egy úgynevezett műtárgy környezetük, tehát magyarán a tárgyaknak a hőmérséklete, a pártartalom, a porterhelés, a rázkodás terhelése az nem lépett túl bizonyos határértékeket. A szeúzó kincs esetében pedig egy nagyon ritka és nagyon értékes tárgyakról beszélünk. Ugye több 10 milliárd forintos értéke van ezeknek. Ennek következtében maximalizálni kell az, hogy óraként hány látogató láthatja ezt a kiállítás. Ez azt jelenti, hogy mivel, most nem tudom megmondani pontosan, de ebben az esetben óraként 40 vagy 50 fő mehet be, ez meg is határozza azt a maximális látogató számot, amelyet a kiállítás fogadni tud. Ulrik Attila szerint egy ilyen kiállítás a város értékteremtő és befogadó szerepének egy újabb bizonyítéka. Az alpolgármester úgy fogalmazott, ez egyben egyfajta kulturális befektetés is Nyíregyháza számára. Nyilvánvalóan nem csak az értéke, amit valójában a piacon képvisel, és ennek a kulturális vonatkozásai azok, amelyek elsősorban a presztízst megteremtik, hanem azt, hogy itt lehetünk, a nyíregyháziak, a Szabolcs megyeiek, vagy a megyén túliak is láthatják ezt, tényleg ezt a páratlan alkotás együttest. Én ugye most nem olyan régen néztem meg, de ajánlom mindenkinek, mert benne van egy olyan régi kultúrának az összes hagyománya és egy olyan nagy értékű hagyományteremtése, amely mind a mai napig szerintem érvényes. A különleges eszmei és anyagi értékű műtárgyakat 3 hétig, április 15-éig a Józsa András Múzeum falai őrzik. A kiállítás megtekintéséhez online regisztráció szükséges. Március 31-én szombaton 10 órától rendezik meg a Nyíregyházi Városi Stadionban a hagyományos, immár 27. nyuszi futást. A résztvevők 400 és 800 méteres távon állhatnak majd rajthoz. Ahogyan az megszokott, a szervezők különböző kiegészítő programokkal, többek között tojásfestő és tojás elkapó versennyel, valamint nyuszi simogatóval is várják a családokat.
A Tiszántúli Takarékszövetkezet és jogelődei mindig is fontosnak tartották a társadalmi szerepvállalás kapcsán, hogy a sportrendezvényeket, tömegsportrendezvényeket különösen valamilyen szinten támogassák. Nem titok, hogy itt a nyíregyházi jelenlét, tehát a Nyíregyházán megrendezett események mindig is megkülönböztetett figyelemmel kerültek ugye adba. Az adott eseménynek is jelentős múltja van, és ilyen szinten több éve, már közel egy évtizede támogatjuk a rendezvényt. Három dobogós helyezéssel tértek haza a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei tornászok a B-kategóriás diákolimpia országos döntőjéről. A harmadik-negyedik korcsoportos fiúknál a nyíregyházi ötvös gyakorló csapata bronzérmet szerzett. Az ötödik-hatodik korcsoportos fiúknál a kisvárdai Bessenyei gimnázium együttese ezüstérmes lett, egyéni összetettben pedig Balogh Dávid a dobogó harmadik fokára állhatott fel. Március közepén Budapesten rendezték meg a B-kategóriás torna diákolimpia országos döntőjét. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből, Nyíregyházáról és Kisvárdáról jutottak be csapatok a fináléba. A kisvárdai Szent László gimnázium csapata hetedik helyen végzett. A szintén kisvárdai Bessenyei gimnázium együttese a második helyet szerezte meg, a nyíregyházi ötvös gyakorló csapata pedig bronzérmes lett. Emellett a kisvárdai Balogh Dávid egyéni összetettben is szerzett egy bronzérmet. Nagyon örültünk annak, hogy mind a kicsiknél, mind pedig a nagyoknál most sikerült érmeket elhoznunk, és olyan nyugodtan mondhatjuk, hogy iskolák, akik nagyon régen foglalkoznak már a tornasporttal, tudtak dicsőséget szerezni Szabolcs-Szatmár-Bereg megyének, mint például az ötvös gyakorlóiskola, a Nyíregyházi Egyetemnek a gyakorlóiskolája, akik egy bronzéremmel gazdagították a megyei éremtámlát, illetve kisvárdai Bessenyei György gimnázium, akik egy ezüstéremmel, bízunk benne, hogy a jövő évben akár majd egy aranyéremre is változhat mind a két éremnek a színe, mert valóban mind a felkészítő tanárok rengeteg munkát fektetnek bele, mint pedig azok a diákok nagyon komolyan veszik, akik a csapatban részt vesznek, és hát emellett azért egyéniben is sikerült természetesen egy érmet elhoznunk. A Bessenyei csapata csak egy hajszállal maradt le az aranyéremről. Az aranyéremért mentünk az országos döntőre. Azért örülünk ennek is. A csapatunk nagy része még jövőre is tornázhat, tehát nyugodtan harcba lehetünk az aranyéremért. Mindent próbáltunk megtenni azért, hogy ott sikeresen szerepeljünk. Sajnos a utolsó héten két sérülés is akadályozta a felkészülésünket, tehát két boka sérülés, ami ugye nagyon fontos részét, a cekrényugrást egy picit visszavetette a verseny során. Nagyon minimális különbséggel maradtunk le egy egész ponttal az egyik nagykörösi csapattól. Ez lökést fog adni a következő időszakra arra, hogy megnyerjük ezt a versenyt. Az ötvös csapatának teljesítménye egy picit elmaradt az országos elődöntőben mutatottól, de így is a dobogó harmadik fokára állhattak fel Nagy József tanítványai. A harmadik-negyedik korcsoport az ország a megyei döntő megnyerése után megnyerték az országos elődöntőt is, csapatban is, egyéniben is aranyat hoztunk. De a döntőben harmadikok lettünk. Itt igazából annak tudható be, hogy nem sikerült előrébb kerülnünk, hogy egy picit kevesebb edzésidőt tudunk mostanában folytatni, de remélem, hogy ez azért visszáll majd az eredeti. Heti 15 órát edzettek ezek a fiúk. Nagyon-nagyon komolyan készültek. A harmadik hely összességében jó. Az A-kategóriás diák olimpiai döntőt a jövő hétvégén rendezik meg, azon két fiú és egy lánycsapattal indul az ötvös gyakorló. Magabiztos játékkal szerezte meg 15. bajnoki győzelmét a Nyíregyháza Blue Sharks. A kék cápák hazai pályán a vásárhelyi kosársulit verték 82-62-re. Siska János jelenleg negyedik helyen álló együttese, szombaton Budapesten a harmadik helyezett tehetséges fiatalok ellen lép pályára. A nagykörösen elszenvedett vereséget követően mindenképpen javítani akart a nyíregyházi gárda, amely a tabellán elfoglalt helyezéseket tekintve egyértelmű esélyese volt a mérkőzésnek. Az első negyedben még tartotta magát a Hódmezővásárhely, 18-18 után következett az első szünet. A második 10 percben aztán elkezdett nyílni a két csapat közötti olló, Busz Iván dudára dobott kosarát követően 11 pontos hazai előnynél vonulhattak le a nagy szünetre a csapatok. A folytatásban sem változott a játék képe, a cápák irányították a játékot, és fokozatosan növelve előnyüket, végül 20 pontos, magabiztos győzelmet arattak Siska János tanítványai. Kölcsösen kezdtük a mérkőzést, nem volt elég agresszív a védekezésünk, de aztán a másik negyedtől kezdve már a saját játékunkat játszottunk, és a vége sima lett.
A vendégek edzője szerint a második negyedben mutatott dobóformájuk pecsételte meg a sorsukat. Jól kezdtünk, az első negyedet aránylag jól védekeztünk, jól támadtunk. Sajnos a második negyed dobóformája, tehát ezt nem is formának hívom, ez nem tudom mi volt, tehát dobó gyakorlatok voltak a mi részünkről, és sajnos 25%-a dobó teljesítménnyel, illetve 24-10 büntetővel nem lehet mérkőzést nyerni, és 14 eladott labdával. Tehát úgy érzem, hogy ott valahogy elfáradtunk, meg a centerünk sérülése, tehát meghúzódott a térde, meg a bokája, tehát így az is visszavetett egy picit bennünket. Tehát 100-nak is egy a vége, tehát ilyen dobó teljesítménnyel nem lehet nyerni. Idegenben, még otthon sem. A hazai csapat legeredményesebb játékosa Szedán Stojanovic volt, aki 20 ponttal járult hozzá a győzelemhez. Nagyon nehéz meccsünk volt Nagykőrösön, egy-két labdán múlott az egész a végén, és mi mindenképpen javulnunk kellett az a védekezés, mert ott nagyon sok pontot kaptunk. Ez most sikerült is, mert mai meccsen csak 62-t, ezt gyakoroltuk, de ezt kell továbbra is gyakorolnunk edzéseken, és ezt a formát tartani, és a maradék három meccset be kell húzni, és a harmadik helyért meg kell harcolni, és hogy megvan a harmadik hely, akkor jó pozícióba kezdhetjük a rájátszást. A forduló további eredményei a következők: Vasas Oroszlány 91-83, PVSK MTK Török Bálint 57-66, Budapesti Honvéd Tehetséges Fiatalok 59-62, Békés Nagykőrös 79-100, Miskolc Győr 61-69 és Bonyhád Veszprém 76-105. A tabella élén az Oroszlány áll 19 győzelemmel és 4 vereséggel, megelőzve a 17-6-os mutatóval rendelkező Veszprémet és a 16-7-tel álló Tehetséges Fiatalok. A 15 győzelem mellett 8 vereséget számláló Nyíregyháza Blue Sharks szombaton a Tehetséges Fiatalok otthonában lép pályára. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer, röviden. 6 év alatt meghatszorozza a kormány a biztos kezdett gyermekházak számát Magyarországon. Ezt Cibere Károly szociális ügyekért és társadalmi felzárkóztatásért felelős államtitkár mondta Tiszabecsen a helyi intézmény alapkőletételén. Évvégére meghaladja a 240-et a gyermekházak száma, az építésre és a fenntartásra 8 milliárd forintot fordítanak. Eredményesen szerepel Szabolcs-Szatmár Bereg megye az uniós források lehívásában. Eddig már több mint 310 milliárd forintot kaptak a nyertes pályázatok. Ebben a ciklusban pedig összesen 27 milliárd forint érkezett a szatmári régióba. A fehérgyarmati járás is aktív térség a pályázatok tekintetében. Erről az Európai Uniós fejlesztésekért felelős államtitkár beszélt Jánk Majtison. 11 fogyatékkal élő próbálhatta ki az álom munkáját a Neked munka, nekem álom programban. A projekt közel 2,5 millió forintból valósult meg az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. Támogatásával. Március 23-áig a legkülönbözőbb szakmákat ismerhették meg, és próbálhatták ki azt a programban résztvevők. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták, március 27-én kedden. Friss hírekkel holnap este várjuk majd Önöket, tudósításainkat addig is elérik honlapunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm a figyelmüket, a viszontlátásra! Folytatódik a változékony idő. Nyugat felől többször is nedves, továbbra is kissé hűvös léghullámok érkeznek fölénk. Az előttünk álló éjszaka változóan felhős lesz az ég. Kisebb eső, zápor előfordulhat. Többnyire mérsékelt marad a légmozgás. Reggelre általában 0 fokig csökken a hőmérséklet. A többször erősen megnövekvő felhőzet mellett kevés napsütés is várható. Kisebb eső, zápor előfordulhat. A déli szél időnként megélénkül. Délutánra 9 fokig emelkedik a hőmérséklet. Melegfront jellegű hatás van térségünkben. A héten tovább enyhül az idő, megszűnnek az éjszakai fagyok, és szombaton már 15 fok fölötti maximumok is lehetnek. Csütörtöktől sok felé várható kiadós eső. A szél a hétvégén viharossá fokozódik.